Így néz ki az új tűzoltó fecskendő, hétköznapi nevén a tűzoltó autó, amit a fehérgyarmati állomány kapott. Felszerelését tekintve a legújabb, legkorszerűbb eszközöket tartalmazza, amelyre egy riasztás során szüksége lehet a szakembereknek. Ennek az autónak az értéke több mint 130 millió forint. Ez az ötödik, ami a Szabolcs megyei tűzoltókhoz érkezett. Korábban már a nyíregyházi, a kisvárdai, a mátészalkai és a nyírbátori hivatásos tűzoltóparancsnokságok kaptak hazai gyártású rába gépjárműfecskendőt. A fehérgyarmati katasztrófa védelmi őrs életében ez egy fontos esemény, hiszen sok éven át a tűzoltók a köztestülettől kölcsön kapott autóval vonultak ki a térségben. Ez a fecskendő, ez a magyar útviszonyoknak megfelelően lehet összeszerelve. A futóműve, a fékrendszere is ehhez igazodik. Nagyon jó terepjáró képessége van, ami eddigi fecskendőkről nem volt elmondható, hiszen nagyon sok fecskendő csak közúton tudott közlekedni, és ha lement a műútról, már nem tudtuk használni, de ez a fecskendő, ez terepen is tud közlekedni. 4000 liter vizet tud egyszerre szállítani. Van benne két Rosenbauer szivattyú, az egyik 2500 liter per percet tud normál nyomáson teljesíteni, a másik 250 liter per percet magas nyomáson tud teljesíteni, de emellett a kisgépek, az eszközök, a feszítővágó mind olyan modern és olyan típusú eszközök, amelyet a magyar tűzoltók javasoltak. A kormánynak a 2014-2020-as uniós ciklusban volt lehetősége egy 14,5 milliárd forintos járműpark fejlesztési támogatást nyernie az uniótól. Ennek köszönhetően június 15-ig 108 magyar fejlesztésű, Rába Alvázon Renault felépítménnyel készült tűzoltó autót adtak át. A program célja, hogy lecseréljék a 90-es évek végén, 2000-es évek elején beszerzett Mercedeseket és új magyar autókat használjanak a tűzoltók. Egy olyan 30 éves körüli liaz visszaállító jármű volt mindössze a Fehérgyarmati Egyesületnél, aztán utána a létesítményi tűzoltót Hollandiából vásároltunk, egy 30 éves Mercedes-t, az már igen komoly autónak, sőt nagyon komoly autónak számított akkor. Aztán utána megkaptuk a jelenleg is használtat, amit a köztestület átadott a katasztrófavédelmi kirendeltségnek, az őrsnek, és most végre saját autójuk van. Én örülök annak, hogy Fehérgyarmat is bekerült ebbe az ötbe, azért ez nem véletlen, hiszen azon túl, hogy sokat lobbiztunk és próbáltunk segíteni, hogy ez így legyen, azon túl azért az egyik legveszélyeztetettebb térség központja, és itt nem feltétlenül a tűzre és a műszaki mentésre kell gondolni, hanem igazából árvízi helyzet esetén nagyon komoly és sok feladata lehet, bár ne legyen, a Fehérgyarmati Tűzoltóságnak. Az átadáson elhangzott, a járműpark felújításával erősödik a megye tűzvédelme, hatékonyabbá válnak a beavatkozások és nő az emberek biztonsága is.